Sziasztok, Bugarski Zsolt vagyok, és ez itt az Annyit Podcast. Megint egy magyar hírre reagálok, de hamar ki fog derülni, hogy valójában a saját tapasztalataimról fog beszélni, mint majdnem mindig. A szemem elé gördült egy telex.hu cikk a Facebookon, és ezek mindig a komment szekcióval együtt jelentenek egy értelmezhető egészet. A cikk arról szólt, hogy az Aldi havig 1,2 millió forintnyi fizetést és egy BMW 3-as szolgálati autót ígér a pályakesztő vezetőinek. Hát a maga első reakciója, mint gondolom sokaknak, az volt, hogy kezdenek ezek a bérek az értelmezhető tartomány felé közelíteni. A komment szekcióban azonban, mintha az olyan megjegyzések lennének többségben, mint ez például. Ja, csak életerem lesz többé, mert ott tölti az Aldiban. Vagy a másik. Erre a beosztásra születni kell, igazi szemétládának kell lenni. Aztán vannak kommentárok, amik ezzel szemben arra hívják fel a figyelmet, hogy, és akkor megint idézem, 800 ezer forintért dolgozni kell. Ennyi. Látom az emberek legalább 90%-ának, ez hihetetlen. Na hát nem tudom megállni, hogy ezzel kapcsolatban ne szúrjak be egy örökzöld klasszikus részt az, 1980-as Pogály Madonna című filmből. <Sessz> szóval elgondolkodtatott a cikk és a ráadott reakciók, mert bennem is él egy kettőség mindkét irányba. A saját élményem az az, hogy Észtországba, aztán pedig onnan Szingapurba költözve egy olyan világ lett rám, ami számomra ismeretlen volt Magyarországon, az öldöklő versenyvilága. Illetve talán úgy helyesebb mondanom, hogy az öldöklő és nyílt versenyvilága. Nyílt abban az értelemben, hogy ez a norma, ez a normális, ez az alap, ez a víz, ami körbeveszi a halat, a légtér. Szingapurban egyébként nagyon extrém módon ez van. Már, már ahogy a diákokat pontozzák, vizsgáztatják, a vizsgaredmények meg besorolják őket, ez szerint mehetnek egyetemre, főiskolára, vagy az itt külön kategóriaként működő úgynevezett politechnikumokba. A multinacionális cégek világában a munka rátelepszik az egész életre. Az egész napot betölti. Reggel nyolckor kezdődik, de van, aki már hétkörnek körnek izendít. Itt, 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 valami miatt a WhatsAppot használja az egész ország, még a kormány is azon kommunikál az emberekkel, és reggel már elindul, hogy küldtem egy e-mailt. Arról már tudod, hogy hosszú lesz, és sok feladat van benne, kérés lesz benne, mert azért e-mailbe küldte. Azért írt rád, mert azt akarja, hogy most csináld meg. Aztán még csinálod, akkor már hallod a pittyegést, hogy jön a másik, a harmadik. A verseny itt abban domborodik ki, hogy folyamatosan meg kell felelned, hogy tudsz-e időre, gyorsan problémát megoldani. És ezt nagyon kell tudni. Szóval mondjuk ilyen jelenetek, hogy válasz kéne az egyik partnertől, de az, az nem válaszol. Nem válaszol az e-mailedre. A mezei munkás, legyek most az én, Elküld egy e-mailt, nem jön válasz, oké, okay. nekem ennyi, számomra ennyi, rákérdez a főnök, na, mi a válasz? Mondom, nincs még válasz, nem írt vissza. Erre a reakció egy ingerül cicegés, ha zoomos híváson zajlik a beszélgetés, akkor van egy pofavágás, és akkor van nekem e, ilyen mezei munkásként egy olyan, mi a faszom alapreakció, hogy, hogy gyereket ne szüljek neked? Van egy ilyen növekvő ellenállás. A másik oldalról a már kellően felpaprikázott főnök egy óra múlva, miközben már e, régen valami teljesen másban vagy benne, hat másik hasonló van még ráadásul előtted, rátpittyeg a WhatsAppon, hogy megvan a válasz, levadázta a partnert a LinkedIn messengerén. Visszaírok, hogy én is írtam rá még egy e-mailt, nem jött még erre válasz. Erre jön a fanyar viszont válasz, hát láthatóan az nem ért semmit már mint az én technikám nem ért semmit, az én munkám nem ért semmit, tehát, hogy jobb lesz itt összeszedni magamat, mert s kurvára nem érdekel senkit, hogy mi az az input, amit én beleteszek, egyetlen fontos dolog van, hogy meg -e oldva a probléma, kell az információ a partnertől, szerez meg, ahogyan lehet. Itt vagyok, átvettem tőle, 20 perc alatt meglett tőlem az eredmény, hát kurva maga, hamar szedd össze magad. Abszolút ez az üzenete az alaphelyzetnek. És most ezt nyugodtan fel lehet szorozni, napi alapból 10 órára, de nagyon könnyen 12 óra lesz belőle. A szerződésben persze 8 van, és valóban el lehet menni ebédelni, ami alatt minimum majd háromszor fog megcsörenni a telefon, 7.30-kor kezdesz igazából, délután 5-kor, tehát 9 és fél óra múlva, jön egy videóhívás a Whatsappon, és amikor észreveszi a főnököt, hogy kint vagy egy parkban, mert mondjuk, a lányodat vitted edzésre, és rávársz, akkor az az arc, amit vág, arról szobrot lehetne csinálni. A sértődés, a felháborodás, a rajtakapás, a lebuktatás keveréke. Amit követ egy, na jól van, beleegyezőnek tűnő megjegyzés, pedig valójában te tudod, hogy ez most fel van vésve az ajtófélvára, félfára. Hisz még csak öt óra van. És valóban az üzenetek, a partnerektől, a kollégáktól, a főnöktől, az annak a főnökétől, azonnal teljesítendő kérések, elvárások formájában lazán jönnek este tízkor is. És hogy ez most kell? Kérdeztem egy magyar ismerősömet, hogy ez megy otthon is a multivilágban? Azt mondja szóról szóra. De szerinte, akik ebben dolgoznak, azok régen odaadták magukat ennek, és örömmel csinálják. A munka lett az életük, de ez nem lemondás, hanem az életük el tudom képzelni egyébként, nem nehéz, mert is, ráismerek magamra. Olyan kritikusan írtam le ezeket az előbb említett dolgokat, de bevallom, igazából én élveztem őket. Hatalmas a pörgés, percek alatt kell olyan dolgokat megoldani, amit máskor igazából hetekig görgetek magam előtt. És őszintén szólva, a nyomás, a rajtam lévő nyomás az általában csodákat művel az én teljesítményemmel. Nem csak a teljesítményemmel egyébként, hanem fénysebességgel tanulok is. Mert egy ilyen tempó mellett nem lehet az Excel fölött fél órákat szöszmörögni. Le kell szedni pillanatok alatt, hogy hogy csinálják, hogy csinálják nagyon gyorsan, és aztán, ha igazán penge akarsz lenni, akkor neked kell előállnod olyan megoldással, hogy te hogy csinálhatnád még gyorsabban, vagy hogy válthatnál valami másik eszközre, amivel jobban meg lehet ezt a dolgot oldani. És ez az alaphangulat, ez a folyamatos, iszonyatos tekerés, amiben pénteken már úgy tűnik, hogy hétfő az egy évvel ezelőtt volt. Na most ehhez képest az én magyar életem, és itt hangsúlyozom, hogy az enyém, tehát nem mondom azt, hogy mindenki ilyen Magyarországon, az ehhez képest arról szólt, hogy általában volt mindig egy nagyon rosszul fizetett, de a tempó és számonkérés frontján alig valamit követelő állami állásom, ami mellett teljesen szabadon tudtam saját vállalkozás projektet, ö, ö, szerv, civil szervezetet, akármit csinálni. Ezer helyen szakérteni, utazni, előadni, bedolgozni. Na most, hagyj szúrjam ide be, hogy Szingapurban ezt a szerződés alapból tiltja. Na most Magyarországon egy időpillanatban, hogyha így összeszámolom, akkor nem ritkán az volt, hogy 5-6-7 párhuzamosan folyó munkám, munkahelyen volt, amikkel amúgy ugyanazt a 7.30-tól reggel 7.30-tól este 10-ig tartó világot lehetett felépíteni, de mégsem volt ugyanaz a hangulat. Mindig valahogy békésebb volt, nyugodtabb volt otthon dolgoznom. A verseny Magyarországon leginkább azt jelentette, hogy otthon ilyen, ilyen területfoglalás típusú versengést játszunk. Ez a versenynek egy rejtettebb formája. Nem mérhető nyílt indikátorok mentén van teljesítményértékelés és bónuszosztogatás, mint a véletlenül végtelenül meritokratikus szingapúri világban, hanem a felszín alatt megy folyamatosan egy könyöklő, kiszorító játék, a kicsi, vagy sokszor éppen zsugorodó torta el, vagy éppen újra elosztásáért. Ez a verseny nem a folyamatos innovációra sarkalló teljesítmény, a versenyképesség fokozása, hanem a járadék és területszerzés pszichológiai háborúja. Mégis hagy hozzak fel egy számomra nagyon pozitív vonását ennek a világnak, amiben én Magyarországon dolgoztam, és ezt valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy ez a töprengés dicsérete. Ez azt hiszem nem cél volt, tehát nem az van, hogy valaki tudatosan úgy hozott létre egy, egy egész rendszert, egy, egy, kontextus, egy szövegkörnyezetet, hogy, ami arra lett kihegyezve, hogy, hogy legyen tere a kételkedésnek, a gondolkodásnak, az elidőző olvasásnak, a beszélgetésnek, a diskurzusnak. És hogy ez, ez, úgy, ez úgy legyen bátorítva, hanem én azt hiszem, hogy ez inkább egy ilyen melléktermék volt, mert talán a gyökerek a rendszerváltás már mint az 1989-es rendszerváltás előtti időkre nyúlnak vissza, amikor az értelmiségi lét jellegzetessége, a száműzöttség a margóra tétel volt. Nem mindenkit üldözött el a rendszer, hogy, hogy külföldre távozott. Elég volt embereket betenni a könyvtárba, és, és valami olyan pozícióba, ahol sehogy, semmilyen módon nem kerülhetett a tűzhöz, viszont nagyon sok mindenre hirtelen ideje lett. Persze meg kell jegyeznem, hogy ugyanennek az éremnek a másik oldala a cselekvés teljes visszautasítása. Már csak azért is, ez nem, nem úgy visszautasítás, hogy eltiltották a cselekvéstől, mert el is tiltották, de ez belülről is fakadott, mert akárhogy is bármiféle valós, ö, ö, életszagú, életszerű problémákat megoldó cselekvés, az kollaborációnak számít. Tehát ezért van az, hogy a hazai társadalomtudomány nagyjai általában nemzetközi eszmetörténeti áramlatok fordítói, jobb esetben adaptálói, és a mai napig megfigyelhető, hogy a kelet-európai értelmiség hétköznapi problémák megoldása helyett történeti dolgokkal van elfoglalva. Ettől aztán igen fejlett a kritikai gondolkodás, milyen beágyazottak a diskurzusok, rengeteg az önreflexió, az önmarcangodás, a kételkedés, a definiálásra való törekvés. És ezt most ezt én pozitívomokként mondom. Tehát én ezt, ennek nagyon sok értékét látom. Bizonyos értelemben kiemeltem a, a példánál, hogy ez a folyamatos tekerés és versengés, az milyen módon kényszerít a megújulásra. Egy másik fajta kreativitás ami ébredhet az emberben akkor, amikor le van lassulva, hogy van idő elidőzni mondjuk különféle megközelítéseken, különféle világokban kirándulni, és ez a fajta. Tehát, tehát tényleg az az élmény, az elképzelhetetlen a szingapúri világban, amiben, amiben pörgök, hogy, hogy az ember leüljön és elolvasson egy könyvet. Az egész egyszerűen nem fér bele. Nem csodálom, hogy tele van az internet ilyen 10 perc alatt a 60 legfontosabb, az eltelt év 60 legfontosabb könyvének az összefoglalása. Azok az emberek, akik ebben vannak, mert az egyszer nem tudnak belassulni abba, hogy elolvassanak egy könyvet. Nekem egy másfél órás film, az, az, az emészthetetlenül hosszú az emészhetetlenül hosszú, a 45 perces szitkomokat, meg sorozatokat is általában úgy tudom megnézni, hogy 20 percet nézek belőle, és két, két nekifutásra megy le egy jelenet, vagy egy epizód. Na most az Aldi világába visszatérve a stresszes, hajtós, versengő kapitalizmus alternatívája, azt hiszem, úgy értem, hogy a stresszes, hajtós, versengő kapitalizmus alternatívája valami olyasmi lehet, és ennyiben jogos az összes kritika, mint amit én Finnországban láttam. De előre bocsátom, hogy ez, az, amit én ott láttam, a számomra kollégaként, partnerként, lettet és a idegesítő volt. Szóval a finn munkavállaló, én leginkább egyetemi emberekkel dolgoztam, a munkaidő lejártával leteszi a lapátot. A mozdulat kellős közepén akár. Ha valami nincs benne a munkakörében, ahhoz hozzá se nyúl de még azt is patika mérlegen számolták ki, hogy pontosan hány óra, amit oktatással, kutatással, továbbképzéssel vagy fejlesztéssel kell eltölteniük, és egy perccel nem töltöttek többet. Minden végtelenül lassú, biztonságos, kiszámítható. Nem válaszolnak az e-mailekre. Tehát rengetegszer gondolkodtam ezen, hogy miért, miért csinálják ezt. És az egyik magyarázat az lehet ilyen kulturális, a finnek, és általában az északi emberek, az észtek is, Inkább kerülik, mint sem keresnék a szociális kontaktusokat. De a másik magyarázat sokkal inkább rendszer szemléletű, abból fakad, hogy jól fizetett, biztos állásaik vannak, és egész egyszerűen nincs ebben a rendszerben innovációs nyomás. Nem válaszol a megkeresésre, mert nincs szüksége arra, hogy új kapcsolódásokat építsen, nem akar networkozni, nem akar új projektekbe beszállni, kész, jól működő rendszerekben ül, amihez nem kell, ez a folyamatos megújulási kényszer. Ugyanezt, ugyanezt, éreztem akkor, amikor vendégoktatóként Ausztriában dolgoztam. Én ott úgy éreztem, egyetlen fél évben, pár hétre össze volt sűrítve az óráimnak a száma, de én úgy éreztem, hogy ott két éve töregettem. Szóval azzal akarom lezárni, hogy, én mindkét felét nagyon értem az Aldis cikk hozzászólásainak. Az én világomhoz sokkal közelebb áll a pörgés, és igazából örömteli olvasni azt, hogy a pörgésért elkezdtek fizetni is. Ugyanakkor teljesen megértem, sőt, vannak pillanatok, amikor, amikor rosszul érzem magam, beteg vagyok, gyengének, kicsinek érzem magam, akkor nagyon vágyom én is arra a világra, ami lassú, biztonságos, tele van töprengéssel, kételkedéssel és ilyen értelmiségi szempontból, pedig nagyon feltöltőnek tartom azokat a lehetőségeket, amikor egyszerűen van időd elolvasni egy könyvet, rátalálsz valamire, az, azt az, 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 az úgy, az, úgy, hogy mondjam, úgy, úgy rádesik, ami azt jelenti, hogy van időd arra, hogy odaad neki, odaad neki magad, abban a versengő világban, amiben én itt becsöpp, belecsöppentem az ilyesmi, nagyon-nagyon nem fér bele. Hát ezeket a gondolatokat akartam megosztani. Sziasztok!